Varga István az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola tanára számára a legfontosabb, hogy a fizikán keresztül közelebb hozza diákjaihoz az élet hétköznapi jelenségeit. Varga tanár volt én már 25 éve is, mert mióta én itt dolgozom ebben az iskolában. Mester ő a szakmájának, a gyerekekkel való kapcsolatnak, ezt látom nap mint nap. Nem csak segített megértetni a fizikát, hanem egyenesen felkeltette a szenvedélyt az emberben a fizika iránt. Elérte azt, hogy minden egyes természeti jelenségben, amit látok, a fizikának a törvényszerűségeit keressem. Én alapvetően nagyon gyerekkoromban tanár szerettem volna lenni. Volt egy szomszédunk tanár, és nagyon irigyeltem. De szüleim azt mondták, hogy majd kinövöm, tehát műszaki pályára szerettek volna adni. Tehát nem értékeltek túl nagyra, inkább, hogy én voltam az, akit mindenáron tanár szerettem volna lenni. Azt szoktam mondani a diákjaimnak, hogy higgyezzék el nekem, hogy az, hogy mit keres, az egy elenyésző dolog ahhoz, hogy szeresse azt csinálni, amit csinál. A Csaba ráteszi most a tojást, és akkor látjuk, ugye, hogy a külső légnyomás befésseli a tojást. Lehet, hogy már a korai járva tudom lazán csinálni, mert úgy tudtam, hogy én nagyon sarkos voltam fiatalon, tehát ezzel szeszigorúbb voltam, mint idősen. Összesen fizikából 7 törvény van az általános iskolában. Ezt meg kell tanulni, ugye, mert ezt tudni kell, de a nagyobbik dolog az, hogy ezt értelmezze, tehát értse azt, hogy mit beszél. Nem abból induljunk ki, hogy szabálygyűjteményt tanulunk, és szóra-szóra szabályok százait kell megtanulni, leírni. Megtanulhatja, hogy mi a nyomás, megtanulja a szabályt, a mértékegységet, mindent, de hogyha egyszer érzékeli azt, hogy valaki tenyérrel támasztanak meg, vagy hüvelykujjal, szerintem ettől csodásabb nincs, mint hogyha magától jön rá arra, hogy mi az összefüggés. A siker az mindegy, tehát akkor is siker, hogyha nem lesz helyezett. Tehát az a gyerek, aki eljut egy országos versenyre, az több lesz, mint aki nem jutott el.